Hatalmas tűz ki szombaton a lengyelországi Novabiala faluban, Krakótól körülbelül 70 kilométerre. Az eddigi információk szerint 30 lakó és gazdasági épület rongálódott, vagy semmisült meg. Egy férfi leesett a tetőről, őt a légimentők szállították el, míg másik öt embert könnyebb égési sérülésekkel, illetve füstmérgezés gyanújával kellett kórházba szállítani. Körülbelül 400 tűzoltó dolgozott a helyszínen, akiknek estére sikerült megfékezniük a lángokat. Vasárnap kezdődött meg a károk felmérése. A tűzoltóság szerint a faluban azért terjedhetett el ennyire gyorsan a tűz, mert az épületek közel álltak egymáshoz, illetve több közülük fából készült.